nincsenek alkotmányos fékek a rendszerben. Tehát ugye, hogy az ember úgy gondolkodik, legalábbis én jogászként, hogy felnőttem, ugye, hogy a társadalmi cselekvések alapvető és megbízható hivatkozási pontja az a jogi norma. Olyannyira, hogy ha nekem van valami jogosultságom, akkor azzal úgy tekintetek rá, hogy holnap is lesz. És ugye a jogállam meg arról is szól, hogy az állami aktusokat a jog szabályozza. Ezt úgy hívjuk, hogy alkotmány. De most ugye az alkotmány, azt tudjuk, hogy megszűnt az állami cselekvés fékének lenni. Egyrészt azért, mert írtak egy új alkotmány, másrészt azért, mert választottak új alkotmánybírákat, harmadrészt azért, mert nyíltan alkotmányos szabályokat beleírnak az alkotmányba, és ráadásul korlátozták az alkotmánybíróság hatáskörét. De ez a négy intézkedés együttesen tulajdonképpen oda vezetett, hogyha valamilyen alkotmányos korlát nem tetszik a hatalomnak, akkor azt most már közismert és el kell fogadni, hogy az nincs. Ezt el lehet törölni. Most az a tudat, tehát azzal a tudattal élni, hogy a hatalom az nem korlátozott intézményesen, az elég nehéz együtt élni. Számomra ez ami az új alkotmányos rendnek a lényege, hogy nincs alkotmányos fék. Van számtalan más, de számomra ez a lényege. Ugye Magyarországon történetileg, tehát mit tudom én, 48. március 15. 12 pont kívánjuk a sajtószabadságát, cenzúra eltörlését, tehát hogy azért ez benne van nagyon a magyar politikai köztudatban. Aki szabad elvi, annak ez az elsődleges szabadságjog, ami fontos. És ugye a rendszerváltás után az első olyan támadás érte ezt a szabad elvi jog számára egyik legfontosabbnak tartott alapjogot, ami egy ilyen spontán reakciót váltott ki. Tehát ez volt az első ilyen direkt támadás szerintem a klasszikus alapjogokkal szemben az új kormány alatt. Azért az embereknek van igénye a politikai aktivitásra, különösen az olyan szituációban, amikor a politika az nagyon súlyosan beavatkozik A az életükbe, B olyan döntéseket hoz, ami nagyon-nagyon hátrányosan érinti őket. És az elmúlt 20 évben, hogyha nem is mondom azt, hogy a demokratikus lelkület vagy érzület az úgy áthatja a magyar társadalmat, de azért van egy olyan generáció, szerintem egy olyan most 20-40 közötti emberek, akik már arra szocializálódtak, Hogy vannak alapjogaink, demokráciában nőttünk fel, demokráciában, amikor a hatalomnak vissza lehet szólni, és amikor a hatalom ilyen direktben tesz keresztbe nekünk, akkor erre valahogy fogunk reagálni. Nem volt hova csatlakozni, és ez volt az egyetlen egy olyan nyilvános tér, ahol a politikai aktivitásra igénytartó vagy megfogalmazó emberek egyszerűen ki tudtak menni. Nincs olyan párt, amelyiket felhatalmaznánk az ország vezetésére. Nincs olyan párt, amelyikre nyugodt szívvel rábíznánk a nemzet sorsát, és nincs olyan párt, amelyikben akár csak minimálisan is megbízhatnánk. Ma én arról szeretnék beszélni, hogy milyen kiutat láthatunk, hogyan tudjuk közösen segíteni azt, hogy a magyar politika alapjaiban változzon meg. Én nagyon sokáig nem tudtam, hogy ez micsoda. Tehát, hogy amikor csatlakoztam, akkor ennek egy fél év alatt alakult ki, amíg meggyőztek arról, hogy nincs igazam. Én sokkal politikusabb tevékenységet gondoltam, hogy fog folytatni, ami egyszerűen azért, mert azok a beszédek, amik elhangzottak a színpadról, és amiket én kívülről láttam, azok sokkal politikusabbak voltak, mint amilyen a szervezetnek az önképe belülről látva. Direkt politikai célja abban az értelemben biztos, hogy nincsen, hogy pártán nem fog alakulni, ez evidensnek tűnik, és pártokat direktben nem fog támogatni. Azt gondolom, hogy az elsődleges funkciója az valóban a kritikai nyilvánosságnak a fenntartása. A legfontosabb vita az lesz, ez még nem aktuális, de az lesz, hogyha kialakul valamilyen ellenzéki koalíció együttműködés, amiben értem azt, hogy MSZP, DK, LMP, Szolidaritás, Védegylet, ha, tehát hogy a párt és nem párt természetű ellenzéki mozgalmak vagy szervezetek, azok valamilyen formában leülnek, beszélnek egymással, vagy lesz valami koordinált tevékenység, hogy abban vállal a szerepet a Milla, és ha igen, akkor miért.